képviselőnek adom meg 2 percben a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Az a helyzet, hogy azzal szemben, amit ön mond, nem kell erősebb bizonyíték arra, hogy hogyan állnak önök a demokráciához és a jogállamhoz, mint az ön hozzászólásának a kezdete. Ha valaki azt mondja, hogy aki nem önökkel ért egyet, ha valamiről mást gondol, az hazáruló, annak fogalma nincs a demokráciáról. Nekem rendkívül rossz véleményem van önökről őszintén szólva, és a kormány többségről, de azt nem gondolom, hogy hazárulók lennének azért, mert maguk szerint az a magyar polgárok érdeke, hogyha elveszik a jogaikat, hogyha korlátozzák a szabadságukat, hogyha ellopják az ország vagyonát, és hogyha kifosztják őket, a szociális juttatásaikat elveszik. Én tudomásul veszem, hogy önök ezt gondolják a magyar polgárok érdekének, legfőjebb nem értek vele egyet. Másrészt pedig az a nagy reménykedés, amit itt hallgatok egész nap arról, hogy majd jön a nagy európai parlamenti választás, és majd itt a önöknek rokonszenves pártok át fognak törni, meg úgy általában is az európai választók majd jól megmutatják azt, hogy az önökhöz hasonló szélsőjobboldali, kizárólag egyetlen témával, a bevándorlással foglalkozó pártokai a jövő, az ki kell ábrándítanom. Német ADF kapott 12,6%-ot, ezzel összehasonlítva például a liberálisok 10,7%-et. A Nemzeti Front Franciaországban 13,2%-t, az Északi Liga szerepelt legjobban, önök legjobb barátja 17,3%-mal, svéd választásokon elértek 17%-et. Ennyit ér Európában ma ez a szélsőjobb. Magyarországon persze nem ez a helyzet, Magyarországon lehet szélsőboldali politikával választást nyerni, csak ehhez az a fajta egyoldalú média kell, és az a fajta választási rendszer, és az a sok kis helyes apró választási csalás, amit önök elkövettek az elmúlt években. Köszönjük.